Megsokszorozódik a Tolna megyei Balassa János kórház munkatársainak munkája az ünnepek alatt. Különösen a sürgősségi és pszichiátriai osztályon nő meg ilyenkor a betegforgalom. Többen nem tudják feldolgozni a karácsony környéki stresszt, ami a felfokozott készülődésből, hangulatból adódik. Másrészt karácsony környéken a konfliktusok is gyakoribbak családon belül, ami akár öngyilkossági kísérletekhez is vezethetnek, mert az illető úgy gondolja, nem bírja tovább elviselni az adott élethelyzetet. Mondja Kertész Ágnes, a Balassa János Kórház pszichiátriai osztályát vezető főorvos hagyományosan két-három olyan e, krízis e, e, jelentkezik, ahol öngyilkossági kísérlet vagy öngyilkossági gondolatok merülnek fel, és e, segítségkérésképpen, vagy már a sürgősségi osztály ellátása után kerülnek hozzánk a paciensek. Ezzel párhuzamosan a szociális krízisek száma is megnő, mondja Kertész Ágnes. Rengeteg idős ember azért kerül kórházba, mert nincs ki foglalkozzon velük. Kiszáradnak, nem szedik be a gyógyszereiket, rosszul lesznek. A család, ha van, karácsonykor hazajövve szembesül azzal, hogy szerettei elhanyagolt állapotban vannak, és látja, hogy pszichiátriai ellátást igényelnek. Nagyon sok idős egyedül él, és hogy nincsen körülötte olyan hozzátartozó, aki tudná segíteni a mindennapjait, és hogy ebben az időszakban ugye a szociális ellátás, a szociális háló, ami körülveszi az időseket, az ünnepekből adódóan ugye egy kicsit ritkul, és hogy ezekben a napokban bizony gyakoribb. Az Európai Unióban még mindig nálunk a negyedik legmagasabb, a 100 ezer lakosra jutó öngyilkosságok éves száma. Ez 2016-ban összesen 1327 öngyilkosságot jelentett.